Fel kell venni a harcot azok ellen, akik a nemzetekhez, az egoizmushoz való visszatérést hirdetik, jelentette ki Manfred Weber. Az Európai Néppárt listavezetője Görögországban kezdte meg európai parlamenti választási kampányát. Azért ott, mert a tagállamok közül Görögországot érintette talán legerősebben a pénzügyi válság. Az Európai Bizottság elnöki posztjára is esélyes néppárti jelölt az Euronews-nak beszélt arról, miként képzeli el az Európai Unió jövőjét. Senkinek sem lenne szabad abba a helyzetbe kerülni, hogy gazdasági okból kénytelen legyen elhagyni a hazáját. Biztosítanunk kell, hogy minden európai ugyanolyan életkörülmények között élhessen. Az állami és magánbefektetések, az infrastruktúrális beruházások adják meg Európának a gazdasági fejlődéshez szükséges következő lökést. Európa egy kereskedő kontinens, rengeteg kereskedelmi kapcsolatunk van, de közben Donald Trump falakat épít, nem csak a bevándorlók, de a kereskedelmi partnerek előtt is. Néppárti politikusként hidakat akarok építeni. Fenn akarom tartani a kereskedelmi kapcsolatainkat, mert az segíti a növekedést. Matteo Salvini és Orbán Viktor miként fér az elképzeléseibe? Hogyan látja a bevándorlási politikájukat? Együtt vagyunk a ma Európájában, élvezve annak nyitottságát. Nem kérdés, hogy még rengeteg problémánk van, de egységesek és ezáltal erősek vagyunk. Ez az Európa a miénk is, és meg fogjuk védeni a nacionalistáktól és az egoistáktól, legyenek bal vagy jobboldaliak. Mindkét oldalon vannak szélsőséges pártok. Fel akarom venni a harcot azok ellen, akik a nemzetekhez, az egoizmushoz való visszatérést hirdetik, mert nem ez a jövő. Azt mondta, Törökország nem lehet az Európai Unió tagja. Azt is hozzátette, hogy ha megválasztják, véget vet a csatlakozási tárgyalásoknak. Törökország esetében a szoros együttműködésben hiszek, miként az a migrációval kapcsolatban is történt. Ezt még ki is kell terjesztenünk a gazdaság, a diákcsere vagy a kultúra területére. Erős és stabil, jó kapcsolatot szeretnénk Törökország és az Európai Unió között. Ugyanakkor őszintének is kell lennünk, ami azt jelenti, hogy Törökország nem lehet az Európai Unió tagja. A legutolsó felmérések szerint a jobbközép néppárt szerezheti meg a legtöbb helyet az Európai Parlamentben. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Manfred Weber a legesélyesebb arra, hogy átvegye Jean-Claude Juncker helyét az Európai Bizottság élén.